Dolgozott fűrésztelepen volt építőipari munkás, mielőtt szülővárosa Kisvárda mezőgazdasági gépállomásának laboratóriumában el nem kezdett kutatni. 1972-ben alkotta meg azt a nyomelemeket komplex formában tartalmazó humángyógyászati készítményt, amelynek a béres csepp nevet adta. Kuruzslás eljárás indult ellene a projektfilm és az MTVA a kóprodukciójában készült film. A korszakos feltaláló a létező szocializmusban folytatott, gyakorta kilátástalannak tetsző küzdelmét mutatja be. Találmányát társadalmi nyomásra kezdték el forgalmazni, az immunrendszerek működésének a szervezet ellenálló képességének támogatására ajánlott, valamint kiegészítő terápiaként tumoros betegségben szenvedők általános állapotának, közérzetének javítására szolgáló béres cseppet azonban csak 2000-ben nyilvánították gyógyszerré. A korszakos feltaláló és szolnok neve 1995. decemberében ford össze. A béres részvénytársaság ekkor vásárolta meg Nagy Sándor József úti gyáretségét. A szolnoki gyárban jelenleg 350-en dolgoznak, több mint 100 féle készítményt állítanak elő. A város 1999-ben ezüst pelikán díjjal ismerte el idősebb dr. Béres József kiemelkedő munkásságát. 2009-ben sétányt neveztek el a 86 éves korában, 2006-ban elhunyt feltalálóról. Egy évvel később a Szolnoki gyárban megnyílt a Béres József Emlékmúzeum. 2012-ben pedig felavatták a Béres Csepp parkot. A teljes egészében magyar tulajdonú Béres ZRT 25. éve meghatározó cége a megyeszékhely gazdasági életének. Ifjabb dr. Béres József 2018-ban Szolnokváros díszpolgára lett.